Na szevasztok, srácok! Minden másodpercben plusz egy. És ezen gondolkoztam, hogy hogy kéne mutatni. Szóval minden másodpercben plusz one, hogy mi, az majd kiderül. Itt vagyunk a második részben. Én nem gondoltam volna nektek, nem gondoltam volna, hogy ennyire fog tetszeni nektek az első rész. Először is hagyd mondjam, hogy látjátok, hogy nem vagyok otthon, és hogy össze-vissza fogok beszélni. Be fogok szerezni egy új mikrofont, meg egy új kamerát ide, mert ez borzalmas, egyszerűen nem tudom jól beállítani. De nézegettem a comment section-t, és ugye ezt 2 napja tettem fel az első részt, és nagyon-nagyon tetszett nektek. Írtátok is, hogy ti szeretitek néha, hogy vannak ezek az értelmetlen játékok, idegesítenek, de most ez például tetszett nektek, ugyanígy vagyok vele én is, mert láttam, hogy nem csak ugrás lesz, hanem aztán szaladás, meg minden össze-vissza hülyeség. Hogyha nem tudod, hogy miről beszélek, akkor itt van a játék, le tudod csekkolni. Az pedig, hogy össze-vissza beszélek, azért van, mert túl vagyok egy 2 napos videós találkozón, úgy, hogy a második nap még este volt egy találkozóm, és ma is lesz egy fontos találkozónk Kingával, amire lelkileg fel kell készülni, hogy nem annyira jól aludtunk, meg pihentünk, de most. Itt is vagyunk, és én már elindítottam kicsit előre a játékot is, mint látjátok, 180.450 jumpom van, szóval szerintem itt tovább fogunk tudni menni. Viszont amit nem értek, az, hogy hogy az Istenben van nekem ennyi vinem. Ugyanis az előző részben, ugye, már 107 vinem volt. Miért emlékeztem úgy, hogy kevesebb van? Na mindegy, akkor végül is ez a része rendben van. Ez a része rendben van ennek a dolognak. Akkor most már csak a daily giftet, ez prémium, ezt nem fogjuk tudni, igaz? Jó, oké. Okay. Ja nem, megvolt a plusz 2 win, és a plusz 1 win, szóval a plusz 3 winünk van. Semmit nem jelent. Menjünk is tovább. És ide 500 win kell. Na most hála az égnek, én ezzel a jumppal szerintem átugrom az egészet. Na és ezek azok, amire kíváncsi vagyok. Mert itt most már átmegyünk a következőben, már nem jump lesz, hanem run. De hallod? Ez az, amikor túl nagyot ugrasz. És az a baj, hogy itt ez az ugrás, ezzel nem tudok tojásokat venni, meg ilyenek. Szóval, hogy ennyire tetszik nektek, ezért lehet, hogy érdemes lenne vennem egy ilyen prémium petet megint, vagy valami kétszeres vint. Tízszeres multiplier? De az mennyi ideig tart? Vagy plusz 10 multiplier? Szerintem a kétszeres vint azt lehet, hogy aktiválnám. Mielőtt itt válmegyünk az elsőre, megpróbálok erre a zöldre ráugrani. És sikerült. Csak nem. De óriási nőtt vissza. Szóval, mert hogy akkor már a plusz 50 winből plusz 100 win lenne, úgyhogy srácok, megveszem a kedvetekért, hogy nektek ne kelljen egy ilyen retard játékra költeni. Mit szóltok hozzá? 200 robaxért. Remélem megéri. De most percenek is egy... Most szerintem az eredeti tutti frutti ízű vitaminozott üzítőitalt választom. Egészségetekre, srácok. Nice. Már is lett 220 winünk. Várj. Ugye ez nem azt jelenti, hogy az eddigi vinyeimet kétszerezi meg. Mondd, hogy most 100 le. Úristen. Én azt hittem, hogy ez mostantól kétszeres. Hogy ez mostantól kétszeres win lesz. Úristen, ezt az átverést, te gyerek? Az itt van a külhörnyi oldalán. Ez lesz az. Jó, hát akkor megkétszereztük a vinjeinket. Aztán még megvettük a kétszeres vint is. Szuper, plusz egy win, két win. Nagyon jó. Már 283. Na, látjátok, hogy milyen jó, hogy megvettem, hogy nektek ne kell jönni, hogy ebbe a hibába esetek, ne legyetek olyan hülyék, mondjuk ti biztos nem vagytok olyan hülyék, mint én, úgyhogy így jártam. Fú, te gyerek. Na mindegy, most már elméletileg, akkor meg kell lennie a kétszeres winnek. Ugye most már meg kell lennie. Itt van a fejem felett, egy kétszeres win. Vagyis hát, hogy kétszere, vagy most kapcsoltam be? Mi az, hogy... Na jó, most már nagyon remélem, hogy működik, mert nem, akkor beperelem ezt a játékot. Hát akkor ez szintiszta hazugság, gyerekek. Ne idegesítsetek. Na nézzük. Akkor most kell 100 wint kapni. Jó! Oké. Okay. Oké. Okay. Ezt nem mondottuk el. Igaz, kicsit több robaxba került, mint amennyire számítottam. De jó. De szuper.
Na jó, akkor még, hát még kétszer ezt végig kell csinálnom, azt nézzétek meg felgyorsítva, és utána akkor jön is a speed rész. Na, megvagyunk, a plusz 50 vinünk kell, ami amúgy 100, az 583-nál, szóval átmehetünk végre a speed részre. Nézzük meg itt mi van. Speed 157. Ez sokkal egyszerűbb. Figyelj azt a futást, itt valami őrült. Ha meg is vagyok a speed, meg is vagyok a stage 2-en, várjál. Ezt előről kell néznem. Jesus Christ, annyira gyorsan ment a lábam, hogy nem is lehetett látni. Menj már. Na, menjünk csak át ide. Ide 100 win kell, figyelj. Mennyivel egyszerűbb ez, mint az ugrálás. Szóval most már minden másodpercben plusz egy speed. Itt van a speedünk. Autorun. Ja, és ezt így is lehet, ha... Hogy ezt így lehet hagyni? Ez mennyivel OP-bb, hogy itt ülök és szürcsölgetem a finom tutti juice-om? És közben a retardált karakterem a retardált játékában retardáltan fut. Sőt, meg is vagyunk, ha nézem, hogy már mehetünk is a háromra. És azt nézem, hogy nem lesz végig ez. Szerintem ennyi volt. Igen, ennyi volt. A speed race-t ezt ilyen gyorsan áttoltuk. 1000 win kell hozzá, az kicsit sok. De innen is szeretnék bontani egy toást. Hú, mondjuk ez jó hosszú pálya, te. Hol a vége? Mi az Isten? Úristen, nézzem, ilyen gyors, ki is estem a pályáról. Na jó, kaptunk is egy achievementet. Így gyorsulok igazán. 4000, 3000, 4000. Elérjük az 5000 speedet, el hát. Hát ez fenomenális ez a játék, egyre hülyébb és hülyébb. Na, még együnk még egyet talán, felgyorsulunk 5000-re. Csak ha rendesen egyenesbe kell tartani a karaktert, mert 6000, 7000 és szétestem. Na, így megvan a 400 vinünk. Tudom, hogy ez a lényeg, de szeretnék egy petet, egy nagyon jó petet bontani. Úgyhogy please valami godly petet. Mi lett? Mythical. Ó, még hozzá az első, szóval gondolom ez az alap. Ez a khaki. Na nézzük, ezek plusz 14, de ezek jump boostot, vagy mindegyik? Hát... Akkor igazából ez olyan, mint ez. Hány petet tudunk felvenni? Fel tudunk venni. Pont 4-et, akkor 4x4. Csókos szájú, de nevér petem van. Igaz, én mindig nem nagyon értem, hogy ezek mit érnek, de hát na. Úgyhogy itt igazából, ha bent hagyod az autórant, akkor valószínűleg még jobban is megy. Várj, beállunk itt középre, így. És autórun. És hátra dőlsz, és... És kimegyek a szélére. Jú, és a falba benne rohanok. De nem baj. Nem kell visszairányítani, mert végül is ugyanúgy megy tovább, csak egy picivel lassabban. És ha meg is vagyunk 200 vinnél, mindjárt megvan az 1000. És ott már új pálya van, ott valami egészség. Igaz? Az előbb ott kiugr... 1200 mi van? Ahogy az előbb itt kiugráltam, nem nagyon értem, hogy az egészség... Minden másodpercre plusz egy egészség. Mindegy. Az lesz, úgyhogy... Esküszöm, most már kíváncsi vagyok, hogy milyen marhaságot találnak ezek ki. Itt. Hogy miket lehet még csinálni másodpercenként. Oké. Okay. Meg is vagyunk az 1000 winnel. Ezt még lefutom, de akkor ezt már így. Én irányítok. Nem, egyenesen kell menni. 5000, 6000. Jó. Na, meg is adunk az Ether winünkkel. Nézzük, mi lesz a health. Úristen, mászni kell fel. És vesz le 5-öt az életünkből. És itt meghaltam. What? Ahogy megyek fel, vesztem az életet? Ez csodálatosan jól hangzik. Na de, srácok, ezt már valószínűleg csak a következő részben fogjuk végigvinni, mert hát most kivittük teljesen a rohanós részt. A rohanós részt kivittük, idáig az a kedvencem. Ezerszer jobb. Ezerszer jobb, mint a... mi az? Az ugrálós volt.
Mennyire király már? Mennyire király már? Na, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, remélem tetszett nektek ez a videó, mindig rossz kamerában nézek, ha igen, akkor veressetek egy órási lájkot, ha nem, nyugodtan egy dislike-ot elzérezvén, és ne felejtjétek el, az Isten érdeti, tudti csúsz legyen veletek. Sziasztok!